és azon belül a Back to the Past című műsorban, ahol ugyanis visszakanyarodunk a múltba, vissza a gyökerekhez, ezzel foglalkozunk most éppen, és megkezdjük szépen a második részt. Az első részben betekintést nyertünk a leges-legelső videófelvételbe, ami 2004. július második szombatján készült itt a Halászlé fővárosában, annak a nevezetes fesztiválján. Most pedig a második részben egy picit ugrunk, két hónapot, sőt nem is kettőt, hanem egyet, 2004. augusztus elejére, jól emlékszem, hogy július vége, de azt hiszem augusztus eleje körül járunk, amikor kérem szépen a bérgyilkos duó, más néven a Péli Nökök, Tamás és Zsolti befejezték a sorozatuknak az első felvonását, ami azt jelenti, hogy akkoriban úgy tervezték, hogy csináltak egy 7 részes sorozatot, ha nevezhetjük most úgy, hogy megcsináltak az első évadot a mini akció sorozatukból, és utána készítettek interjút, tehát így egymást meginterjúvolták. Először Tamás Zsoltit interjúvolta meg, aztán fordítva. És most betekintést nyerünk abba, hogy hogy Zsolti meginterjúvolja kedves Horváth Tamást, a Péli Nökök filmrendezőjét, ahol most éppen állok, az kérem szépen Bolyától körülbelül 15 kilométerre helyezkedik el, itt a Duna partján, és ezen a szent helyen, itt mögöttem egy kőányás található, csak éppenséggel nem látjuk. Itt készült az első interjú. Azért is jöttem ide vissza, hogy egy kicsit nosztalgiázzak, úgyhogy szerintem nem is húznám tovább az időt. Kezemben van ismét megint a jó reg VS távirányító, nyomjuk meg a play gombot és dőljünk hátra, repüljünk vissza 10 évvel az időben. Nos, itt vagyunk, és mivel ígértük, hogy a Péli Nökökről interjút készítünk. Tomás, te... Tamás, te rendezőként hogyan gondoltad, hogy ilyen filmet csinálsz? Hát én először is tévében láttam egy rajzfilmet, ahol egy gyerek készít ilyen filmet, hosszú filmet, hogy szomszédokat összehívta, meg minden így besorolt őket, aki a jó, meg ki nem. Én is ilyet gondoltam, de inkább nem csináltam ilyet, ehelyett csináltam ilyen sorozatot, ilyen akciófilmet. Aha, és te főszereplő főszereplő voltál a filmben? Hát, nem, operatőr is voltam. Valamelyik részben, mert az operatőrt kellett helyettesítenem, de mondjuk főszereplőként jó volt lenni. Operatőrként is, de nem annyira, mint főszereplőként. Értem. Volt egy másik rész, ahol a szürke fegyvered lecserélted a feketére. Ezt miért tetted? Hát valójában egy kis gondolt a szürke fegyveremmel, mert ez az egyik részben szétesett, de mondjuk működik a fegyverem, csak egy kicsit itt repedezett a hátulja. Egy kicsit zavar, és azért, az egyik részben azért fogtam itt így a ravaszát. Aha. És azért átváltottam a másikra, de most az is tetszik. A sportfegyvernek használom valamelyik részben. Értem. Miért lett ilyen szomorú vége a Péli Nökök utolsó részének? Hát valójában én rendeztem így, hogy ilyen legyen az utolsó vége, lehet, hogy szomorú. Péli Nökök számára már megdöglöttek, egyiket lelőtték, másikat meg megfulasztották. Mert mondjuk minden filmben úgy szokott lenni, hogy mindig a jó győz a rossz fel, de most változott a helyzet. És az utolsó kérdésem az lenne, hogy melyik részt tetszett legjobban a Péli Nökökből? Nekem a negyediknek, amikor azt ismerkedtem Zsolt Pénnel, tehát az volt, mert akkor még rendőr volt, Zsolti őrmester. Azt tetszett benne a legjobban, hogy szerintem ilyen kis filmekből, szerintem ilyen filmből Oscar-díjat kapnánk. Szerintem, mert mondjuk, amikor kinyírta a főnökét, Zsolt, akkor elesett a főnök, és pont akkor rezgett a kamera, amikor leesett a lába. Olyan, mintha rezgett volna föl tőle. Aha. Meg az is, hogy véres volt a homloka, igazi vérnek tűnt, de az valójában ketchup volt. Szerintem
Ilyen filmből szerintem Oscar-díjat kapnák. Jó, nem ilyen nagy filmből, kisebb filmekből. Aha, értem. Röviden ennyit az augusztusról, most pedig ugorjunk 2004. szeptember 10-ére, amikor ugyanis megint készítettek a srácok egy interjút, az már itt a rezidencia udvarában történt, szokásos zseblámpa volt a mikrofon, Zsolt meginterjú volt a Tamást, amikor ugyanis bejelentette a Péninökök 2 sorozatot, hogy elkezdik a munkálatokat. Ne is húzzuk tovább az időt. Lássuk! Tomás, Tomás! Abba! Na, mondja már! Jó érezted magad? Miért éreztem jól magam? Tomás, te hogy érezted magad az első részben? A Pénünökökben? Igen. Hát jól éreztem magamat, szerintem jó volt az akciófilm. A Pénünökök 2 remélhetőleg jobb lesz, mint az első rész. És miket vársz a Pénünökök 2-től? Hát az első és a második részt azt egyedül csináltam, elég nehéz volt több embert alkotnom. A következő részben majd Török Zsolt is fog szerepelni, azt majd meg kell terveznünk, hogy mi legyen. De majd lesz egy oka, hogy hogy fognak feltámadni. Mert ugye meghaltak a Pénünökök utolsó részében. És te már nagyon várod a második részt? Hát várom. Első két rész az nem annyira jó, valamennyire tetszett, hogy vért csináltam, ketchupból vért csináltam, de a többi részeket jobban várom, hogy ne csak egyedül szerepeljek benne. Értem. Néha pedig voltak olyan pillanatok, amikor ezen a Tamás által nevezett TBC csatornán készített ilyen promóciós reklámokat magáról a Pénünökök sorozatról. Most ugye abban az időben nem volt lehetőség számítógépen megvágni és alá hangot felvenni, ezért a jó öreg Siemens C55-ös telefon volt a zenei aláfestés. Összesen maximum, ha jól emlékszem, 22 másodpercet lehetett felvenni rá. Felvettek egy zenét alá, elindították, ide tartották a kamera elé a telefont, ment a zene, és közben pedig kamerázták úgymond a tévén levetített képsorokat, és így csináltak egy promóciós reklámot, ami úgy sikerült, ahogy sikerült. Na most ebben a lényeg az, hogy azóta nem tudom, hogy honnan lett szerezve az a zene, ami alatta megy, az a jó kis pörgős rockzene, kicsit ilyen punkos zene, úgyhogy nem tudom, aki benne van nagyon a témába, az legyen szíves, mondja már meg, hogy melyik szám ez, mert a mai napig keresem, és nem tudom, hogy hol van. Régebben annak idején, körülbelül 10 éve a Tony Hawk gördeszkás játékkal játszottunk, és abban voltak ilyen zeneszámok, de ezt még ott sem találtam, pedig felkutattam mindent, úgyhogy valaki, aki tényleg benne van ebbe, és vagy ha felismeri a számot, akkor legyen szíves, mondja már meg. Na, úgyhogy inkább indítsuk ezt a 10 évvel ezelőtti megkreált valamit. Pénünökök. Összeállítás. Thomas Paintball és Zsolt Paintball. Thomas Paint! Come on.
Zsolt Pécs.